A Bécsi udvar 1763-ban azzal bízta meg Adolf Bukov tábornokot, hogy szervezzen Erdélyben 3 székely és 2 román határezredet. A székelyek azonban meg akarták őrizni évszázados katonáskodási hagyományaikat, kiváltságaikat, és ellenálltak. Bukov tábornokot ekkor Mária Terézia leváltotta. A helyre lépő báró Siskovics József altábornagy parancsot adott katonáinak Madé falva megtámadására, ahol a székely vezetők találkoztak. Egy havas téli éjszakán 1764. január 7-én vad ágyutűzzel indítottak támadást, mintegy 200 embert mészároltak le. Bonyháron az újonnan átadott székelypadban helyezték el a madéfalvi védengzés évfordulóján a megemlékezés koszorúit. Illés Tibor, a bukovinai székelyek országos szövetségének elnöke megemlékező beszédében felidézte a történéseket. Ősi jogukért szerettek volna kiállni, hiszen a katonaságot beszerették volna vonni ugye az osztrák fennhatóság alá. Szabadok voltak a székelyek, ezt ettől is meg akarták őket fosztani. A válasz az volt, hogy Siskovics ezredesnek a válasza, hogy fogunk méltóképpen válaszolni. A méltókép válasz az volt, ugye, mint ahogy sokan tudjuk, hogy ágyuk, zöreje, golyok, zápor ébresztette föl a falut. Hiába lobogtatták a fehér zászlót arra gondolva, hogy talán megenyhül a szívük. Példát mutattak azzal, hogy itt most gyilkolás lesz, székely népirtás. Körülbelül 5000 embert mondanak, hogy ott volt. Volt elég fegyverük, szembeszállhattak volna, de mégis a békességet választották. Úgy gondolták, hogy el fogják érni, de sajnos nem így történt. Menekültek, ugye ott körülbelül 200-an meghaltak. De még az évek során, ugye meg ahogy a Moldva felé menekültek, sorba-sorba hullottak el a székelyek. És így született meg a bukovinai székelység vérben, mint ahogy többször lehet hallani. Mit üzen számunkra ez a kálvária? Mindenképpen azt, hogy ki kell állni, és méltóképpen képviselni azokat az embereket, azokat az őseinket, akik az utolsó csepp vérükig adták az életüket azért, hogy megteremtődjön egy népcsoport, azért, hogy a jogaikért kiálljanak, és mindenképpen számunkra fontos az, hogy ezt megőrizzük, ezt nem csak az emléküket, hanem azt az örökséget, amit ránk bíztak, ránk hagytak. Kultúrába és azokba a kincsekbe mindenképpen, amit magunkba hordozunk. Fontos ezt továbbadnunk, és nem győzöm mondani mindig, hogy a gyermekeink számára is legyen fontos, és ők is 100 év múlva is emlékezzenek erre a nehéz időszakra, és erre a sorsra, amit a bukovinai székelyek végigéltek. Az esemény helyszínén Madé falván a 257. évfordulón emlékeztek meg a Habsburg császári csapatok székelyellenes védengzésének áldozatairól. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a bonyhádi választókerület országgyűlési képviselője arról beszélt, a székely szabadság nem választható el az egész magyarság szabadságától a Kárpát-medencében. Az emlékművön olvasható idézet a soha fel nem adást, a soha el nem keseredést, a jövőbe az elkövetkezendő nemzedékekre tekintést, a tetre elszánt közösséget jelenti valamennyiünk számára. Mindezt úgy, hogy az alkotmányos szabadságot reménytelenül is védők emlékét nem hagyjuk elveszni. Örökre fennmarad, mert hű kegyeletben megtartod őseid. Rádöbbenhetünk arra, hogy mai tetteinket milyen erővel határozza meg őseink válasza. Megmaradtak. Újra kezdték az életüket. Ez az esemény egy menekült hullámot is indított el ugyanakkor a Székelyföldről. A menekültek javarészt a moldvai csángóság sorait gyarapították, kisebb részük pedig 1776-tól 86-ig Bukovinába telepedett át, létrehozva egy új népcsoportot, a bukovinai székelységet. A mai napig hallom nagyszüleim hangját, ahogy a kerti munka közben, vagy az esti beszélgetéseknél a régi időkről meséltek. Kisgyerekként talán még nem értettük, de valamennyien megtanultuk az öt falu nevét,
Isten segíts, fogadj Isten Hadikfalva, Andrásfalva és Józsefalva. Majd ahogy felnőttünk, úgy telt meg ez a felsorolás őseink történetével, életszemléletével, örökségünk megértésével. Ha a székely szabadságról beszélünk, akkor az egész magyarság szabadságáról beszélünk, az egész Kárpát-medencében. Ha nem támogatjuk egymást, akkor gyengék vagyunk. Együtt viszont erő. Potápi Árpád János bejelentette a Magyar Állandó Értekezlet 2021-et a Nemzeti Újrakezdés évévé nyilvánította.